Vasárnap és hétfőn számos programmal várják a városlakókat a Városháza térre. Katasztrófavédők és tűzoltók ismertették a közös képviselőkkel az új jogszabályokat. Városunk számos iskolája csatlakozott a fenntarthatósági témahéthez. Köszöntöm nézőinket, Önök a D+ TV híradóját látják. Hosszú hétvége, április 30-án vasárnap este, valamint május 1-én a Városháza térre várják az érdeklődőket a májusi mulatságra. A Turinform cégünk jóvoltából egy kétnapos rendezvényre kerül sor a Városháza téren. Kétnapos rendezvénnyel készül Dunaújváros önkormányzata, valamint a Turinform iroda május 1-e alkalmából. Április 30-án vasárnap este koncertek lesznek, másnap pedig gyermekprogramokkal készülnek az érdeklődőknek. Hevesi Tamás, illetve Mr. Igeng fogunk koncertet adni itt a Városháza téren. Másnap 10 órától indítjuk el a gyerekprogramokat, kifejezetten kisgyerekekre, illetve kicsit idősebb korosztálynak biztosítunk olyan szabadidős program lehetőséget, ami úgy gondolom, hogy színvonalosan eltölthető. Délután 3 órától indítjuk magát a színpadot a színpadi produkciókkal. Aranyudvar interaktív produkcióját lehet megtekinteni első ízben. A felsorolt programokon kívül többek között élő csocsóval, lengőtekével, patkúhajítással készülnek a szervezők, valamint több tánciskola is bemutatót tart. A májusi mulatság rendezvényei ingyenesen látogathatók a Városháza téren. Április 28-án zárul a Sándor Frigyesét programsorozata. Ez alkalomból 18 órától tanári koncertet hallgathatnak meg az érdeklődők. Emellett átadják a Sándor Frigyes díjat, amit a zeneiskolához kapcsolódó Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány hozott létre, azzal a céllal, hogy elismerje azokat a kiemelkedő munkát és teljesítményt végző személyeket, akik a város és a térség zenei életéért dolgoznak. Lakossági fórum és gyakorlati bemutató. A Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség szervezésében és a helyi tűzoltók közreműködésével ismerkedhettek meg a társasházak közös képviselői a tűzvédelmet érintő jogszabályváltozásokkal, valamint azok gyakorlati hasznával. Körülbelül 25-30 társasházat néztük meg. A társasházak tűzvédelmével kapcsolatban szervezett lakossági fórumot a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. A hatósági osztály vezetője, Somogyi Gábor ismertette a társasházak közös képviselőivel a tűzvédelemmel kapcsolatos szabályokat és a tavalyi év során szerzett tapasztalatokat. A tűzoltó őrnagy elmondta, az elmúlt időszakban Dunaújvárosban javult a tűzvédelemmel kapcsolatos felkészültség, viszont továbbra is fontos, hogy ilyen fórumokon tájékoztassák a jogszabályváltozásokról az érintetteket. Tavaly annyiba változott a jogszabály, hogy a társasházaknak el kell készíteni egy tűzvédelmi használati szabályrendszert. Ez a dokumentum azért fontos, hogy így a lakók megismerhetik, hogy esetleg tűz esetén milyen fontos teendőik vannak, a menekülési útvonalakat, alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó dolgokat, a tűzriasztás módját, illetve a tűzvédelmi célú eszközök berendezések használatára vonatkozó legfontosabb szabályokat. Ezeken a felvételeken pedig már a lakossági fórumot lezáró gyakorlatot tekinthették meg a résztvevők, amit a Dunaújvárosi tűzoltók mutattak be. Az október 23-a tér 10 szám alatti lépcsőházban gyakorlatoztak. Ebben az épületben a jogszabályi előírásoknak megfelelően a száraz felszálló vezetékeket karban tartották, felújították, majd minősítették. Ezzel kapcsolatban végeztek két gyakorlatot. Még egyikben a lépcsőn fektették le a tömlőket, a másikban a száraz felszálló vezetékeket használták. A két gyakorlat között 3 perc eltérés volt. Kettő között elsősorban az idő lesz a különbség, tehát sokkal gyorsabban fogunk tudni beavatkozni azokban a lépcsőházakban, ahol száraz felszálló vezeték van. Illetve, hogyha tűzoltásra kerülne sor, akkor a száraz felszálló vezetékben minden gond nélkül le tudnánk kereszteni a vizet. Hát míg a tömlőkből nem biztos, hogy olyan hatékonysággal lejön a víz, így azért a lépcsőháznak a víz összevizezése is megtörténhetne. Dolog is van, akkor ez a különbség még nagyobb lehet. A tűzvédelmi előadást és gyakorlatot a közbiztonsági hónap program sorozatához csatlakozva tartották meg. Április 27-e óta világszerte ezen a napon hívják fel a figyelmet a vakvezető kutyák munkájának fontosságára.
A jól képzett vakvezető kutya megóvja és figyelmezteti gazdáját az útba kerülő akadályokra. És az utasítások ellenére sem tesz meg bizonyos dolgokat, ha úgy érzékeli, hogy veszélybe sodorja a rábízottat. Egy-egy látássérült embert segítő kutya felnevelése másfél-két évet vesz igénybe, kiképzésének költsége pedig 2 millió forint körül jár. Március 21-én volt az úgynevezett közlekedésbiztonsági vizsgánk, amikor hivatalosan állami papírral ő az enyém lett, és együtt dolgozunk azóta. Előtte egy fél éves összeszokási idő volt, ami azt jelenti, hogy hetente, hétvégente elhozták. Volt, hogy nálunk aludt, de akkor még úgy önálló közlekedésre nem nagyon voltunk alkalmasak, csak kutyakiképzővel, és március 21-től Miskolcról, amikor hazajöttünk egy ilyen 5 napos összeszokási hétről, ahol a Baráthegyi Kutyaiskola vezetője, Mezősi Tamás volt a vezető. Amikor onnan hazajöttünk, onnantól szinte csak ketten vagyunk és együtt egymásért dolgozunk. A Móricz Zsigmond Általános Iskola is csatlakozott az országos fenntarthatósági témahéthez, amelynek célja a környezet tudatosságra való nevelés. Míg a program sorozatot az alsósoknak, az őrizd meg a földet, szeresd az állatokat, addig a felsősöknek táplálkozz tudatosan mottóval hirdették meg. A papírcsövön leguruló diót kell eltalálni és kalapáccsal összetörni. Ez is a játékok egyike volt, amiket ki lehetett próbálni a Móricz Zsigmond Általános Iskola udvarán, a fenntarthatósági témahét részeként, amelynek célja a környezettudatos szemléletmód minél szélesebb körben való terjesztése. Nagyon tetszik nekem ez a hét, meg tegnap ringáztunk, védjük a környezetünket, ez nekem nagyon tetszik. De figyelem, például, hogy fürdünk, akkor a vizet nem mindig engedjük le, és abba mosunk kezet, vagy a levest abba hűtjük. Hogyha látok valamilyen szemetet, akkor azt felszedem, és berakom a kukába. Én általában mostanában úgy szoktam odafigyelni, hogy ugye az osztállyal együtt szelektíven gyűjtök, és mivel hogy közelebb költöztünk, ezért mostanában gyalogjárok suliba. A móriczos diákoknak egész héten át színes programokkal készültek. Ugye hétfőn volt a húsmentes hétfő. Nem lehetett húst tenni, csak ebédnél, mert ott volt. És délután salátát csináltunk, és ehető tányérokról ettük a salátát, utána pedig megettük a tányért, amit aki szerette, akinek ízlett. Utána kedden kerekesked volt, legtöbb gyerek biciklivel, görkarival vagy rollerrel jött iskolába. A telefonunkra le kellett tölteni egy QR kódolvasó alkalmazást, és az iskolában megkeresni az elrejtett kódokat, és válaszolni a beléjük rejtett kérdésekre. A rendezvény sorozat főszervezője elmondta, az országos fenntarthatósági témahéthez intézményük, amely január 1-től hivatalosan is ökoiskola, első alkalommal csatlakozott. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos a mai környezetünknek a védelme, illetve tudjuk nagyon jól, hogy merre halad a világ. Fontos a gyerekeket arra nevelni, hogy ők már tudatosan éljenek ebben a környezetben, és pont ezért örülünk ennek a témahétnek, hogy csatlakozhattunk, és bízunk benne, hogy gyerekek már így fognak élni, és hogy felnőnek, erre fognak törekedni, hogy vigyázzanak a környezetükre. A fenntarthatósági témahetet az alsó tagozatosaknak, őrizd a földet, szeresd az állatokat, a felsősöknek pedig táplálkozz tudatosan címmel hirdették meg. Az országos kezdeményezéshez 1902 iskola csatlakozott. A Rudas szakközépiskolában ünnepélyesen átadtak 192 darab napelemet, amely a Rudas kollégium épületének tetejére került. A fejlesztés a Dunaújvárosi Városi Szakképzési Centrum egy EU-s pályázaton elnyert, vissza nem térítendő támogatásának köszönhető. Az a fenntarthatósági hét, a környezettudatosság hete, ez egy országos témahét, benne van a tanév rendjében, és minden intézményben az országban valamilyen módon ezekben a napokban foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel.
Szemenyei István, a Rudas Szakközépiskola igazgatójának szavai nyitották meg az intézmény kollégiumi épületére telepített 192 darab napelem ünnepélyes átadóját. Ez is része volt a fenntarthatóság hetének, amihez az intézmény is csatlakozott. A diákok többsége környezettudatos életet él. Hát igyekszem az lenni mindenképpen. Hát mi otthon rendszeresen szétvágatjuk a hulladékokat, tehát megfelelő helyre pakoljuk őket. A lámpát, villanyot rendszeresen megpróbálom lekapcsolni, hogyha elhagyom a helyiséget. Meg hát a csapot elzárjuk, nem pazarlom a vizet, igyekszem odafigyelni rá. A környezetünket védeni kell, és nem mindenki figyel erre oda. Szerintem nagyon fontos az, hogy tisztán tartsuk a természetet. A tanulók egy elektromos autót is megtekinthettek az iskola udvarán, amelyet egy előadással kötöttek egybe. A legelejéről, az elektromos autózás kezdetéről, a 900-as évek elejéről kezdem én az előadást, hogy mivel indult, ez Jeddik Ányosnak az egyszerű villamos hajtány kocsijával kezdődik. És akkor utána Porsche-nak a 900-as év elején a Párizsi világkiállításra bemutatott hibrid autóját mutatom be, és akkor utána már egy gyorsabb léptékkel előrébb megyünk a Teslának, a hollandiai gyárának egy-egy képével, és akkor utána már szakmai részek jönnek az elektromos hajtásról, a motorról, a töltési lehetőségekről és a töltési infrastruktúra hálózatról. A már említett telepített napelemek a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum egy EU-s pályázatán elnyert 120 millió forint vissza nem térítendő támogatásának köszönhetők. Nem csak azért fontos egy ilyen beruházás, mert ennek kapcsán energiamegtakarítás érhető el a rendszerben. Ez is nagyon fontos. Hiszük azt, hogy költséghatékony működés fontos egy ekkora rendszerben, hanem hiszük azt, hogy környezettudatos gondolkodásra kell neveljük a tanulóinkat is. Ennek a beruházásnak mi élvezői vagyunk Isten igazából, hiszen a pályázó a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum volt, több intézmény, összesen 3 tető népesedett be napelemekkel. A jogszabálynak megfelelő maximum létszámot, 192 darab elemet telepítettek a kollégium tetejére, és ez azt jelenti, hogy az iskola energia fogyasztásának körülbelül egyharmadát kiváltják ezek a napelemek. A napelemes rendszer működését, illetve az annak köszönhető energiamegtakarítást a projekt menedzsere ismertette. Az itt megvalósult rendszer egy 50 kW-os napelemes rendszer, ez még Magyarországon háztartási méretű erőműnek számít, viszont ez a kis erőmű is 55 ezer kilovattórányi energiát tud egy évben megtermelni, ami nagyságrendileg egy olyan 2 millió 200 ezer forintos energiamegtakarítást jelent az intézménynek. A Rudason kívül még a DSC 3 tagintézménye, a Hild, a Lorentfi és a Dunafer intézményének tetejére kerülnek napelemek a tavasz folyamán. Terjesztő hét keretében vagyunk, hogy amennyire röviden... A zöldség és gyümölcs fogyasztás népszerűsítette a gyermekek körében az úgynevezett iskola alma program, aminek kapcsán a vasvárisoknak egy gyümölcsprésnek köszönhetően mutatták be, hogyan is készül a valódi, tartósítószermentes 100%-os almalé. Ez is része volt a fenntarthatóság hetének. Egy-egy szelet zsíros kenyér friss retekkel, paprikával és paradicsommal, valamint 2 deciliter 100%-os almalé. Ezzel készültek az iskola alma program képviselője a Vasvári Pál általános iskola tanulóinak. A kisdiákok tudják, hogy egészségük érdekében rendkívül fontos a rendszeres zöldség és gyümölcsfogyasztás. Almát, narancsot, hogy egészségesek legyünk és hogy okosak. Az alma, meg a banán, meg a narancs, meg a mandarin. Epret, almát, és ezeket. Azért, hogy egészséges legyek. Hogy szervezettem, ne fertőzze más dolog. Az iskola alma program részeként nem csak a kész, frissen sajtolt almalevet élvezhették a lurkók, de magába a gyümölcs sajtolásába is beleláttak, sőt, ki is próbálhatták azt, ugyanis mintegy 6 mázsa almát hoztak a program képviselői. Ez egy mobil présgép tulajdonképpen, amiben gyümölcsleveket lehet sajtolni. Így a gyerekek annyi almát hoztunk most, hogy a gyerekek saját maguk is kipróbálhatták, és végigmehettek a folyamaton, amiben a gyümölcs az ledarálásra kerül,
egy szalagpréssel, egy folyamatos üzemű présen keresztül megy a ledarált gyümölcs, és abból egy 60-70%-os légkinyeréssel almalevet, rostos almalevet sajtolnak. Itt az iskolán belül, hogy ez a program van, ez nagyon jó, hiszen így minden gyermek legalább egy almát naponta elfogyaszt, egy gyümölcslevet is igazából megkaphat, van iskolatei programunk is, ott is erre serkentjük a gyerekeket, azt látom, hogy igen, tehát lehet, hogy nem, ha nem tesszük eléjük az almát, akkor nem biztos, hogy azt mondják, hogy szeretnék kérni egy almát mondjuk ebéd után. De hogyha ott van, akkor igen, oda nyúlnak, és akkor megeszik. És szinte azt lehet mondani, mi szeptemberben kezdtük most ezt a programot, hogy először egy kicsit nehezebben ment, hogy a gyermekek valóban minden nap elfogyasszák az almát, most meg már azt látjuk, hogy olyan természetes nekik, hogy megvolt az ebéd, vagy egy 10 órai, és oda nyúlnak az almához, és elfogyasztják. Az Országos Iskola Alma program célja az egészséges életmód népszerűsítése. Kiemelt híreink következnek röviden. Vasárnap és hétfőn számos programmal várják a városlakókat a Városháza térre. Katasztrófavédők és tűzoltók ismertették a közös képviselőkkel az új jogszabályokat. Városunk számos iskolája csatlakozott a fenntarthatósági témahéthez. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, most időjárás jelentés következik. Utána a Hír Pluszban a tűzbiztonsági tájékoztatóval folytatjuk műsorunkat. Viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket! Pénteken továbbra is marad a borongós, csapadékos időjárás, míg a hajnali órákban 14, napközben 23 fokot mérhetünk majd. Az eső mellett több helyen alakulhat ki zápor, valamint zivatarokra is számítani lehet ezen a napon. Szombaton gyenge eső valószínű, amit lehűlés követ, napközben 14 fokig melegedhet a levegő. Hasonló lesz az időjárás vasárnap is, 13 fokos maximum hőmérséklettel és számottevő csapadékkal. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!